Gyuri, ti lehettetek volna barátok? Mi fociztunk is együtt. Én nem tudom, hogy Orbán Viktornak vannak-e barátai. Ma már. Ezt én sem tudom, hiszen nem vagyok a viszonyban. Szerintem ő nagyon magányos. Most nem szó szerint, de bármikor likvidál, hogyha az ő hatalmi érdekeit én sértem. A magánszínház vezetőnek szerintem sosincs joga panaszkodni. A nincs forrás, nem kaptam pénzt, nem tudom micsoda. Hogyha az a kérdés, hogy elvigyék-e a szemetet, hogy tudjanak fűtött iskolában, óvodában lenni a gyerekek, vagy legyen-e újabb premier a színházban, akkor azt kell mondjam édesapaként, hogy szerintem fontosabb az első kettő egyébként. Kósa Lajos már, arra már csak legyintünk, de azok is, akik ott vannak az élbolyban, akikkel én együtt ott voltam a parlamentben, elfáradtak, és nem tudnak megújulni, mert csak egy technikán keresztül próbálnak. De mi ez a technika? Tölteni. Ez a kommunista, egyértelműen Kádár János. Nem arról van szó, hogy ez egy tiszta beszéd a Lázár részéről? Ma a lokalitásban hiszek, a helyi dolgokban hiszek. Pártban nem? Politikai pártban. Akik majd ezt nézik is, nagyjából zsigeri alapon fogják megítélni a mi mondatainkat és mindezeket a bejátszásokat, nem pedig annak alapján, hogy beszélgessünk róla. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, Lampi Ágnes vagyok, kezdődik a Pucs. Lassan vége a nyári szünetnek, de ez idő alatt sem maradtunk emlékezetes események és pillanatok nélkül. Az elmúlt néhány nap megszólalói közül két nagy klasszikust érdemes kiemelni. Orbán Viktortól a minap a Kossuth Rádiós interjújából megtudhattuk azt, hogy miért is fegyverkezünk, és hát merre van az előre a hadsereg számára. És persze a magyar hadsereg lényege a katona, a harcos. Nagyon fontos, hogy ne egyenruhás munkavállalóink legyenek, hanem harcosaink, az két külön világ. És a mostani hadügyminiszter, úgy látom, meg az új vezérkari főnök is ebbe az irányba viszi a hadsereget, hogy nekünk harcosaink legyenek, és ne egyenruhás munkavállalóink. Tehát persze béke van, és békét akarunk, és a hadseregünk is béke hadsereg, de legyen kész a küzdelemre, legyen bevethető, legyen ütőereje, és így tovább. A másik igazán nagy klasszikus, Kósa Lajos, ha ő megszólal, akkor arra egész biztosan emlékezni fogunk, és sokáig emlegetjük majd. Legutóbb a debreceni Farmer Expo megnyitóján tartott beszédben, hát megfejtette a klímaváltozás valódi okát. Na most az a helyzet, hogy ma a söripar az egyik legnagyobb szívdió, ágazati szinten, közlekedésen mindenen együtt, a söripar és az üdítőital gyártás az egyik nagyon legjobb vízfogyasztású és szén-dioxid kibocsátású ágazat. Mert hát, ha megiszi mindenkit, próbálja ki, aki nem visz nekem, igyon meg egy üveg kólát, ki fogja befőzni. De amit kibőzve van, a szén-dioxid. Hát mi lenne más? Ebben a szén-dioxidot, amikor a szervezetbe bevesszük, az ki fog jönni szén-dioxid formában, mert ebben a formában nem tudjuk hasznosítani. Sőt, ezek után tudósokat megszégyenítő egyszerűséggel azt is elárulta, hogy mi a megoldás a klímaváltozásra. Azonnal szüntessük be a kiérődző állattartás, és helyette együnk inkább sáskát. Hát az, hogy ki fogyaszt majd sáskát, meg ki nem fogyaszt sáskát, ezt természetesen mindenki eldönti magával. Kíváncsi vagyok, hogy a vendégeink fogyasztanak-e sáskát, mert hogy itt van velünk Gémesi György, üdülő polgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke. Köszöntöm, és köszönöm szépen, hogy eljöttél. Nézőket. És Németh Kristóf színész, a Fórum Színház igazgatója. Köszönöm szépen, hogy az első Pucsban részt vesznek itt velem. Megtisztelő, köszönjük szépen a kedves meghívást. Na kezdjük akkor a sáskánál, ez csak ilyen rövid bevezető kis színes, tervezitek, hogy eztek sáskát, ettetek-e már, és milyen volt? És egyáltalán a klímaváltozásra ez mekkora megoldást hoz? Hát én még a sáskában nem csaptam bele, de nagyon sok olyan tengeri herkent ütettem már, ami úgy kívülről nem biztos, hogy bizalomgerjesztő, de nagyon-nagyon finom és nagyon sok jó tápanyagot tartom. Az feltétlenül a sáska is egyébként, úgyhogy Kósa Lajos rendkívül jó új vegetáriánus diétát javasol mindannyiunk számára, és gondolom, ha van sáska, akkor az rendkívül költséghatékonyan fogyasztható. Kristóf, te fogyasztottál már, mert mondtad, hogy mehetnél. Igen, milyen Ázsiában volt? Megkóstoltam azt is, mint hogy sok mindent. Én viszont vegetáriánus vagyok, tehát... Akkor lecsúszott a sáska. Tehát ennek ellenére kóstoltam sáskát, úgyhogy szerintem ez egy jó ötlet. De tényleg, hát Kósa Lajostól egyébként is megszoktuk, hogy általában a megoldások embere,
és én szerintem ez most sincsen másképpen. Na folytassuk akkor a megoldásokkal, mert hát nem véletlenül vagytok itt, kulturáló önkormányzatokról fogunk beszélgetni, vagy ezzel folytatjuk, mert hogy mind a két területen voltak igen komoly megszorítások, emelkedtek a rezsiköltségek, és hát nyilván a munkaerővel is akadtak gondok. Ugyanakkor, ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy nyáron sikerült egyébként akár önkormányzati támogatással is nagyon sok fesztivált, rengeteg kulturális eseményt megszervezni, vagy színházi találkozó, színházi eseményt. Csökkentett hőmérséklet, idéglenes bezárások, áremelkedés, kevesebb előadás. Csak néhány példa arra, hogy az önkormányzatok és a kulturális intézmények miként próbáltak alkalmazkodni a gazdasági válsághoz. 2020 vége óta nem érkezett annyira gyenge GDP adat, mint most. 2,4%-kal esett vissza a magyar gazdaság teljesítménye a második negyedévben. A nyári szezonban mégis rengeteg az önkormányzatok által is támogatott kulturális és művészeti fesztivál valósult meg. A szabadtéri színházak előadásait szinte mindenhol teltházzal tartják. Na kezdjük akkor itt, hogy hogyan ez a kettő össze. Egy picit ugorjunk már vissza az időben, nem sokat. Július elején fogadt el ugye az országgyűlés ezt a bizonyos salátatörvényt, és hogy ez alapján meg lehet vonni akár az önkormányzatoktól ugye az állami támogatást, amennyivel ugye az államkincstárnak tartoznak. Karácsony Gergely azt írta akkor a Facebookon, hogy nem csak gyalázatos a státusztörvény, de azt is világossá tették, hogy fütyülnek a megmaradt önkormányzatiságra. Vagy te akkor ugye akkor úgy reagáltál erre a hírklikken, hogy mindegy, hogy a kormány fütyül-e vagy sem az önkormányzatiságra, mivel az már nincs. Szóval ez a kérdés, hogy mennyire szűnt meg, tartod-e még ezt a álláspontot, vagy ez inkább ilyen felindulásból jött, hogy nincs önkormányzatiság, mert hogy a törvény elfogadása után ez volt a helyzet. Az önkormányzatiság annyit jelent, hogy a helyi lakosság megválasztja a helyi vezetőit, és azoknak a helyi vezetőknek jogszabályban biztosítanak olyan jogosítványt, amihez forrásokat is biztosítanak, akár saját bevételt, akár állami forrást, amivel helyben tudnak dönteni azokról a kérdésekről, amik ott leghatékonyabban oldhatók meg. Ugyanis bármit központosít az állam, ugye volt ez már a 90-es évek előtti évtizedekben, bármilyen formában próbál mindenre ráülni, nem lesz hatékony annak a feladatnak az ellátása. Ilyen például a közoktatás, látjuk, hogy az államosítás után hova jutott a közoktatás, ugyanez lesz az egészségügyel, és sok-sok más területtel is. Gyakorlatilag vannak olyan feladatok, amelyek helyben oldhatók meg a leghatékonyabban, és amiben partnerek az önkormányzatok. Ha viszont elveszik a forrásokat, elveszik a feladatokat. De megszűnt az önkormányzatiság? Gyakorlatilag a kormányzat felszámolta nekünk, gyakorlatilag mi végrehajtók leszünk előbb-utóbb teljes mértékben. Még mindig van valami kis önkormányzatiság, tehát van olyan bevételünk, amit saját magunk használhatunk föl, de már azokra a feladatokra, amit kijelölt az állam a számunkra. Tehát nagyon-nagyon kevés az, amit a saját forrásból, saját magunk elképzelései alapján tudunk megvalósítani. Egyébként ebből a szempontból akkor elvickeljünk a kultúra területére, mert ugye itt is azért az önkormányzatoknak van, vagy lehet szerepe a kultúra támogatásában, és éppen néztem, amikor készültem itt a műsorra, hogy nagyon-nagyon sok hír volt arról, hogy az önkormányzatok már nem tudják támogatni mondjuk a kulturális eseményeket, a kulturális intézmények működését, emelkednek a rezsiára, a kétszemélyi az infláció, és ehhez képest például csak egy példa, mondjuk a Gyulai Várszín Háznak volt ugye most a 60. évadja, és a nézőszámok meg a jegyárbevétel tekintetében is nyilatkoztak. Elek Tibor, a Gyulai Várszínháznak az igazgatója, meg az alpolgármester maga. Nagyon pozitívan. Azt mondták, hogy a jegyárbevétel 16%-a nőtt a nézőszám, 14%-a 2022-höz képest, de hát nézzük a szegedi szabadtéri játékokat, Kőszeget, sok más egyebet. Szóval hogyan akkor ez össze? Én most elsősorban mondjuk tudok a saját színházamról beszélni, ami egy magánszínház. Tehát, minket aztán végképp senki nem kért fel arra, és nem tartott pisztolyt a fejünkhöz, hogy mi foglalkozzunk kultúrával. Tehát nekem sosincs jogom például panaszkodni, én azt gondolom. És egy magánszínház vezetőnek szerintem sosincs joga panaszkodni, ha nincs forrás, nem kaptam pénzt, nem tudom micsoda. Mert hogy magánzóként, nekem menedzserként, színházigazgatóként, producerként az a dolgom, hogy minél több idegen forrást vonjak be egy olyan egyébként közfeladatellátásba, zárójelben, ami sosem egy rentábilis üzem, vagy nagyon nehezen rentábilis üzem, hogyha az ember professzionális színházat akar működtetni. Ezzel együtt azt is el kell mondjam az igazság kedvéért,
hogy a mi színházunk évek óta tudott elindulni úgy olyan állami pályázatokon is, vagy minisztériumi pályázatokon, ahol tudtunk forrásokat szerezni. És bennem például most, amikor a háborús helyzet, a megszorítások, az infláció, az egész világpolitikai helyzet miatt természetesen a magyar kultúrában is érződik az, meg egyáltalán a fizetőképes nézőknél is az, hogy egyre nehezebb a helyzet, egyre nagyobbak a megszorítások egy-egy családokon belül is. Na de akkor ezek a számok, amiket... Csak azt szeretném mondani, hogy nagyon fontos kérdés az, hogy mi a fontosabb, és mit kell támogatni, vagy mit tud támogatni egy állam, egy önkormányzat, bárki, hogyha az a kérdés, hogy elvigyék-e a szemetet, hogy tudjanak fűtött iskolában, óvodában lenni a gyerekek, vagy legyen-e újabb premier a színházban, akkor azt kell mondjam édesapaként, hogy szerintem fontosabb az első kettő egyébként. És próbálja meg akkor a nehéz helyzetben minél többet beletenni adott esetben a magánzó is. Másrészt pedig az a nagyon érdekes, hogy az igazolódik, ami egyébként a világháborúban is igaz volt, hogy minthogyha még nagyobb lenne az igény a nézők részéről arra, hogy elmenjünk kikapcsolódni, hogy minőségi kultúrát válasszunk, még ha drágább is, még ha nehezebb is. Tehát én azt látom, hogy a nézők nem mondtak le rólunk egyáltalán, hanem kitartanak a színház és a kultúra művelői mellett. És az, hogy mi idén például fesztivált tudtunk Visegrádon csinálni, életünkben először Lepencevölgyi nyár saját fesztiválja volt a Fórum Színháznak, ez közben hozzájárul az idegenforgalomhoz, a turizmushoz, a város egyéb bevételeihez, hogyha népszerű, új, nagy kulturális eseményeket hozunk. Igen, pont ezért kérdeztem így ezt az összefüggést ilyen szempontból, meg a másik az önkormányzatiságra egy picit visszatérve, és aztán majd utána a független színházakról is szeretném beszélni, ez egy fontos kérdés volt pont a támogatás miatt, hogy mennyire, vagy mekkora mozgástere most az önkormányzatoknak, mit tapasztal, csak néhány példa, mert hogy vannak eredmények is. Éppen megnéztem, hogy Szegeden például az önkormányzat a korábbi 10 000 helyett mondjuk 15 000 forinttal segíti mondjuk az általános iskolás gyerekeknek a tanévkezdését. Aztán ugye a Soproni Tamás elérte például ugye sok mindent a kerületében, ugye momentumos polgármesterről van szó, hogy telefonfülkéket kitakarítsák például a fenntartója. Tehát ilyen apróságoknak tűnő... Vannak még telefonfülkék. Nekem ez az újdonság a hírben. De mindesetre ez is újdonság, igen. Vagy a második kerületben, ugye Őrsi Gergelynek is nagyon sok intézkedése volt. Tehát úgy tűnik, mintha azért van pici mozgástér maradt volna. Hát azért nézzük meg, hogy melyik polgármester, milyen kerületben, milyen ott lévő feladatoknál. Őrsi Gergely egyébként egy kiváló polgármester, elképesztő aktív. Minden sarkon ott van már, mint a szó jó értelmében, és minden reagál. Nagyon, nagyon erős a közösségi médiában. Nekem nagyon tetszik ez az aktivitás, és ő igazi lokálpatriótaként, tehát ő már elfelejtette azt, hogy pártpolitika irányítja, ő irányít, ő próbál abból a bevételből gazdálkodni. A második kerület jó bevételekkel rendelkezik. Ugyanígy van a hatodik kerület, ahol viszont a feladatok kisebbek, nincsenek olyan intézmények, mint tehát máshol. Tehát ez kerület függő akkor, hogy... Kerület függő és a helyzet függő, hogy milyen feladataim vannak, és mire tudok még rezerválni pénzt. A Szeged az meg egészen jól működik, tehát ott azért a Botka László nagyon régen beásta magát, és ő kiváló gazdaságot teremtett meg, és az annyit még nem vettek el tőlük, mint amennyi, tehát mindig maradt annyi, amennyiből még mindig tud önállóan dönteni. Hadd dobja a feladat, és hogy működik Gödöllő, és ott a nálunk kultúráról is, nálunk, is mesélj. Nálunk is jobb az átlagnál a bevétel, de például mi a Művészetek Házát fél évre le kellett állítani, ami nekem a legfájdalmasabb. Hiszen Gödöllő arculatához hozzátartozik a kultúra. Nem csak a kastély és a építészeti kultúrára értem ezt, hanem a színházra, a zenére, rengeteg művészeti csoportunk van, ezeket megoldottuk, hogy ki hol tud próbálni. Nagyon-nagyon fájt nekem ez a döntés, de 300 millió forintra szükség volt ahhoz, hogy újra tudjunk indulni. Most talán egy picit alacsonyabbak az energiárak, a holland tőzsdén is a gáz, most 30 euró, tehát kérdés, hogy aztán a kormányzati, meg a nagy politika hogy fogja ezeket intézni. Hozzak már ide egyetlen egy mondatot, mert ide kapcsolódik. Lázár Jánost fogom idézni, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy erről ön mit gondol. Ugye június 15-én a Rádió 7 közös nevező című műsorában nagy klasszikus, ha már klasszikus mondatokat idéztünk azelőtt, ez is már klasszikusnak számít. Eleve ugye lassú halálnak nevezte azt, hogyha Márki-Zay Péter bejelenti azt, hogy újraindul polgármesternek, de ezen már, ha túllépünk, utána viszont azt mondta, hogy ha megválasztják
választották Márki-Zay Péter polgármesternek, ami ugye a választók szíve joga, van lehetőségük erre, akkor a kormánytól semmiféle támogatása és együttműködésre nem számíthatnak. Ez mennyire? Ez nagyon durva. Ez nagyon durva. Függetlenül attól, hogy Márki-Zay Péter jó polgármester, hogy jó, hogy politizál, jó, hogy nem vonult, jó, hogy nem vonult vissza, vagy visszavonult, ettől ezt nem mondhatja. De ezt meg lehet csinálni? Ezt meg tudja csinálni a kormányzat? Sok mindent meg tud csinálni, sok mindent nem, mert azért normatív támogatások is vannak. Tehát van egy csomó minden, amit akkor, hogyha a Márki-Zay Péter által vezetett település nem kap meg, akkor a többi se kap meg. Tehát akkor azt nem lehet megcsinálni. Tehát hogyha óvodai feladatokra és egyéb más bölcsődei feladatokra vannak normatívák. Tehát azt oda kell adni. A többlettámogatásokról, fejlesztésekről van szó, aminek most ugyan nincsen, vagy egyre kisebb az uniós oldala, de azért reménykedjük abban, hogy megérkezik majd az a 3-4000 milliárd forint, és abból pedig nem dönt, arról nem dönthet ilyen alapon és politikai alapon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nem, hogy mondjam, nagyon nem akarok megbántani senkit, sem miniszter urat, aki volt polgármester, és pontosan tudja, hogy milyen kihívás egy önkormányzatot vezetni, és aki egyébként elég nagy adóssággal hagyta ott Hódmezővásárhelyt, ahogy én ismerem és tudom. Tehát nem megbántani akarom, de ez a fenyegetés, ez nem egy politikai kultúra. Ez a fenyegetés a választókat fenyegeti meg. A választók befolyásolásra vannak jobb eszközök, tegyen a képviselő úr és a miniszter olyan gesztusokat a településnek, amivel a szavazatokat meg tudja nyerni. Mert van ennek egy másik oldal, és akkor azt mondja, hogy én tudok hozni ilyen támogatást, olyan támogatást hozom is, együttműködök a településsel, de azt kérem a szavazóktól, hogy ezt értékeljék. Hogy folytassam már én a napot? Hát kérdezzük egyet, mert ugye én nem vagyok ennek szakértő, ez valóban a polgármester úr szakterülete. Én mint egy egyszerű civil, illetve mondjuk aki a kommunikációhoz, PR marketinghez valamennyit konyít és igyekszem ezzel foglalkozni, nem arról van szó, esetleg csak kérdezem, mert hogy bennem van már egy nagy immunitás arra, hogy kevésbé akadok ki a durva mondatokon egy idő óta. Nem arról van szó, hogy ez egy tiszta beszéd a Lázár részéről, és már mindjárt megmagyarázom, mire gondolok. És egy egyértelmű üzenet, tehát persze, hogy hát itt vagyunk választások előtt, hamarosan önkormányzati választások lesznek, tehát nyilván világosan kell, tehát én azt gondolom, hogy a politika, a politizálás, meg a politikai kommunikáció, függetlenül attól, hogy azt gondoljuk, hogy ez helyes vagy helytelen, de itt szerintem ők azt mérik inkább fel, hogy ez hatékony vagy kevésbé hatékony. És nagy valószínűséggel azt látom, hogy ezek a durva mondatok, ezek az egyértelmű üzenetek, ezek nagyon hatékonyak. És szerintem itt most bizony egy választás előtti évben... Már hogy egy politikai üzenet volt a választók felé. Igen, hogy tessék átgondolni, kire tetszik szavazni. Mondom még egyszer, anélkül, hogy nekem most erről mi a véleményem. Hogy itt szerintem ez egy nyílt üzenet szemben azzal, amit nem tudom, a másik oldalon mond ennyire egyértelmű dolgot, hogy amennyiben viszont rám szavaztok, akkor. Itt az egyik oldalon le van téve, ha nem rám szavaztok, akkor nem lesz itt semmi. Tehát csak ez merül fel bennem. Kérdés, hogy szabad ez, de a világon annyi fajta politikai kommunikáció van. Mindent megtehetnek, annak idején a kommunista rendszer is mindent megtettek, egy csatornás finanszírozás volt, és azt kellett megválasztani, hogy a kommunista párt kijelöl. Hát ide ne jussunk azért el. Az állami források, az adóbevételek az állampolgárok által befizetett pénzekből, meg a gazdaság által befizetett pénzekből van. Ez nem a Lázár János pénze, nem a kormány pénze, ez a magyar adófizetők által befizetett pénz. Annak a visszaosztásáról van szó. Annak kell egy normatív része legyen, nyilván a feladatok arányosan. Az extra forrásokra lehet adott esetben az arányokon változtatni, de ennyire egyértelműen azt mondani, hogy csak akkor kaptok pénzt, hogyha őt választjátok meg, ez egy kommunista gondolkodás. Ugyanis akkor mi van, ki a következő? Én? Ha engem választatok meg, akkor Gödöllő nem kap semmit. Ha nem engem választatok meg, akkor mit tudom, Buda Ős nem kap semmit. Kiváló polgármestere van Buda Ősnek. Vagy ha nem engem választatok meg, akkor Botka László nem kap semmit. Ezt nem lehet mondani, mert ezzel azt üzenem, hogy csak a párt által kijelölt ember lehet megválasztani. Ezt pedig úgy hívják, hogy kommunizmus. Nem lehet ezzel az erőpozícióval visszaélni. Egy bizonyos szintig lehet ilyen üzeneteket megfogalmazni, kétségen kívüli, hogy gyerekek, én vagyok most pozícióba,
és nyilván az én lehetőségeim jobbak. Ezek is durva mondatok, csak mondom, amit a polgármester mondta, ez is egy politikai abszolút kommunikáció. Tehát szerintem egyik politikai kommunikációban szemben áll egy másik politikai egyébként kommunikációval. Egyébként akkor folytassuk már innen, ha már pénzekről, meg politikai kommunikációról volt szó, és akkor hagyj hozzak ide kultúrát. A független színházak támogatása, nem támogatása ügyében, mert az is elég erős üzenet, politikai üzenet, vagy nem politikai üzenet, ezt kérdezem. Ugye arról van szó, hogy hát finoman szólva háborogtak a független színházak, amikor ugye bejelentették, hogy kapnak-e támogatást, vagy nem kapnak, mert hogy a gazdasági helyzete hivatkozva egyébként is csökkentették a támogatásokat, és hát jelentősen ugye 41%-kal csökkentették, tehát nagyon-nagyon nem, jelentős volt. A dolg, bocsánat, ezt az újságírók el szokták. Csak egy dolgot hagyd tegye, akkor ma kijavítasz, csak hagyd mondjam már el a történetet, mert utána ugye nagyon sokan még levelet is írtak a minisztérium részére, és az is erős mondatok voltak benne. Azt írták, hogy vártuk, hogy az előadó művészeti szervezetek támogatása 2023 program eredményeit, amely forrást és ezáltal reményt adott volna nekünk az életben maradáshoz. Önök minden pályázatunkat elutasították, 0 forintot ítéltek meg nekünk minden egyes beadott tervünkre. Döntésük következményeként közös kultúrán fontos elválaszthatatlan része, független előadó művészet semmisül meg. Ezek is erős mondatok. Szóval erős mondatok, ennyire persze súlyos a helyzet, hogy nagyon népszerűen lesz, amit mondok. Megint azt kell mondjam, független színház, magánszínház, azzal kezdtem, hogy aki maga dönt úgy, hogy ezzel foglalkozni fog, ott nehéz azt az elvárást idő után támasztani bárki felé, hogy most meg miért nem adsz nekem pénzt arra, hogy amit én kitaláltam magamnak, hogy én ezt fogom csinálni, ezt te finanszírozd. Uh-huh. Bocsánat, de nekem van egy ilyen hozzáállásom, mert ez azzal együtt... Tehát nem is lenne szabad elvárni ezt a fajta támogatást? De, és azért kell dolgozni az ember, minél több külső forrás legyen az önkormányzat, tehát nekem színházvezetőként az a dolgom, hogyha a polgármester úrral csinálunk együtt színházi fesztivált, akkor én megpróbáljam meggyőzni őt, hogy minél többe próbálj meg támogatni Gödöllőváros önkormányzatot, beadom a pályázatokat, ahova lehet. Ha NK-hoz lehet, ha nem kapsz támogatást, mondjuk a polgármester nem tud téged segíteni, és egyetlen pályázatot, hiába túl, adsz be, túl nem kapsz támogatást. Én szerintem most túl kell élni azzal együtt, hogy nyilvánvalóan, tehát nem szeretnék úgy sem, mintha nem látnánk azt, hogy nyilván rettenetesen leszűkültek a források, és nyilván most is az működik, mint ami mindig szerintem, hogy akik nek jobban beleillik a pillanatnyi kultúrafinanszírozási alapelvekbe a működése, azoknak sokkal nagyobb esélye van. Én szerintem szörnyű és méltatlan az, hogyha eddig nagyon-nagyon sok komoly értéket felmutató művészi közösségek egyszerűen 0 forintos támogatással kell, hogy tovább menjenek. És én a magam részéről is mindenkinek azt kell mondjam, hogy partnerként próbálok megsegíteni, és mi is úgy élünk tovább, mi például a Szentendrei Teátrummal közösen hozunk létre folyamatosan produkciókat és élünk, mert összefogtunk több szervezet. Tehát túl kell élni akkor valahogy ezt a helyzetet? Előre menni, igen. És csinálunk, ez politikai üzenet, amit elhangzott? Tehát az, hogy része? Amiket itt idéztem az előbb, akár a független színházak részéről, hogy ők tudják, hogy azért nem kaphatnak támogatást, vagy itt egyszerűen valami más megítélési hát, szempontok tartanak. De bár én belelátnék abba, hogy ez hogyan működik, nem tudom. Még egyszer csak azt tudom mondani, hogy szerintem mindannyiunknak az a dolga, hogy minden csatornát és lehetőséget felhasználva a saját színházi társulatainknak forrásokat teremtsünk, tüzönvizemet. Hát, hogy egyébként mire van lehetőség, vagy mire nem, innen folytassuk, és a Fórum Színháznak a honlapjáról fogok felolvasni egy mondatot, a fórum definícióját, ami ott a ti honlapotokon olvasható. Tehát, hogy mi a fórum? Nyilvános tér, a polgárság főgyülekező helye, a szabad véleménynyilvánítás helyszíne, találkozási pont, mely lehetőséget biztosít az emberek számára, hogy párbeszédet folytassanak egymással. Ez ugye egy ideális, finoman szólva ideális helyzet lenne, de hogy mi a helyzet jelenleg Magyarországon, az például Novák Ferenc Tata, vagy épp Geszti Péter, hát egész másképp látja. A napokban többen megszólaltak a társadalom helyzetével kapcsolatban. Novák Ferenc Tata, a Nemzet Művészhely jelennek azt mondta, hogy kétségbe van esve a közállapotok miatt, de nem engedi, hogy felemészszék a hírek, mert nem akar alkoholizmusba vagy depresszióba süllyedni. Geszti Péter dalszövegíró, reklámszakember a Szemlélek társalgó adásában nyilatkozott a közbeszéd helyzetéről. A social media egyben nyitotta a világ összes kiskocsmáját, és egyszerre üvölt mindenki,
hogy neki van igaza, és hogy mennyire tudja gyűlölni azokat, akik nem értenek egyet, vagy egyszerűen csak mások, mint ő. Arról is beszélt, hogy szerinte a magyar belpolitika állandó szavazat maximalizálásra törekszik, ezért mentális háborús félelmet generál az emberekben. Na hát közállapotokról szeretnék beszélgetni, mert elgondolkoztatóak szerintem nagyon ezek a mondatok. Novák Ferenc, hát ugye 92 éves emberről beszélünk, és júliusban lemondott a tiszteletbeli elnökségi tagságáról a Magyar Táncművészek Szövetségében, pont így tiltakozott ugye a független társulatok, hogy fogalmazott kivéreztetése ellen, és azt mondta, hogy nyilvánosan senki nem mondta neki azt, hogy igaza van, sokan felhívták és gratuláltak neki, de nyilvánosan senki nem vállalta ezt föl. Azt mondta, hogy egy kicsit bántja, de a szolidaritás hiánya az egész országban minden ügyre vonatkozik, és szerint ez azért van így, mert hogy félnek az emberek, főleg a fiatalok. Hogy látjátok, ez félünk mi itt ebben az országban? Én azt határozottan merem állítani, hogy a fiatalok sok mindent csinálnak, de nem félnek semmitől. Én azt látom, a fiataloknak az a dolguk, hogy ne féljenek semmitől, meg hogy forradalmárok legyenek, meg hogy bátrak legyenek. És én a fiam, a nagyfiam, Lóci 16 éves lesz, és az ő környezetét nézve nem egy reprezentatív minta, de ott én azt látom, hogy a fiatalok semmitől nem félnek. És ez nagyon-nagyon-nagyon bíztató. Tehát ez a legjobb hír. És a társadalom többi része félünk? Félünk mi ebben a társadalomban? Megszólalni, elmondani a véleményünket? Hát attól függ, hogy az egzisztenciális helyzet az mennyire függő. Itt azért láttunk az elmúlt időszakban olyanokat, hogy inkább elfordította valaki a fejét, mint hogy megszólalt volna és megszólalhatott volna. Én annak a gondolkodásnak és a szellemiségnek vagyok a képviselője, akit nem zavar, ha otthon valaki másképp gondolkodik. Épp tegnap beszéltem az ünnep kapcsán valakivel erről, hogy lehetünk más, gondolkodhatunk másképpen. Nem kell ugyanúgy, és engem is lehet kritizálni, és a másikat is lehet kritizálni a megfelelő kultúrált formában, és lehet vitatkozni. Ez a kérdés, hogy van ilyen ma Magyarországon? Elmondjuk igazán, a véleményünket? Igazán, felmerjük nagyon rá? Hiányzik, én szerintem nagyon hiányzik. És nagyon, olyan jó lenne, mondtad azt, hogy idealizált kép, amit a Fórum Színház, vagy a Fórum Románum, tehát ugye onnan indulva mondunk erről. Én mindig azt szoktam mondani, és ebben van persze egy álnagyvitás is, hogy nálunk a Fórum Színházban azért minket nagyon érdekel az, hogy a nézőink azok hogyan vannak. Tehát amikor bejönnek, mindenkit megkérdezzük, hogy jobb oldali vagy bal oldali-e. Ezt nekünk ezt tudnunk kell, mert ugye a nézőtér jobb oldalán ül, vagy pedig a bal oldalán-e. De ennyi, és soha többet nálunk ez nem lesz kérdés sem színészek, sem nézők tekintetében. És az országunk ebből a szempontból milyen állapotban van? Most még egy idézetet hagyj hozzak ide Novák Tatától, mert nagyon elgondolkoztató volt. Azt is mondta még ebben a jelen interjúban, hogy rossz a hangulat az országban, ebben a nagyon sok hazugságra épült világban. Soha nem szerettem volna ezt megélni. Szeretném magamat kivonni ebből, és tudomásul sem venni, hogy a 21. is egy selejt század, legalábbis nekünk, magyaroknak. Mennyire van ez így, vagy mennyire szomorú, vagy mennyire reális ez a helyzet? Ezek elkeseredett mondatok, nyilván bizonyosan érthető egy egyéni helyzetből. Nekem friss három gyerekes apukaként nem szabad egyetértenem ezzel, mert én csak pozitívan és optimistán nézhetek a jövőbe. Akármit is látok. Egyébként azt látom, hogy szomorúak az emberek javarészt. De szerintem ez egy szomorú ország, bocsánat, hogy ezt mondom. Tehát szerintem mi elég régóta egy szomorú ország vagyunk. És szerintem nagyon múlik egyébként minden, mindig meghallom, hogy miről beszélsz, de mindig ott van az egyénnek a felelőssége, a családnak a felelőssége, aki hívő ember, annak az Istenhez fordulása, aki a sorsban hisz, annak a szerencséjében való annak a kovácsolása, hogy mindenkinek ott van az egyéni felelőssége, hogy én hogyan érzem magam, hogy mosolygok, vagy... Ha már az egyéni felelősséget mondtad, akkor csak Eszti Pétert folytassuk, mert az is pont ide kapcsolódik, amit mondtál. Ugye úgy fogalmaz, hogy az egész helyzet egy ilyen digitális feudalizmus, ezt mondta, amiben élünk. Igen, Péter, mert hogy gondolkodásban viszont visszamentünk a vármegyék és főispánok világába. Tehát, hogy nagyjából így gondolkozunk. Én olvastam ezt az interjút, nekem nagyon tetszett. Nekem a Novák Tata is tetszett. A két külön generáció. Novák Tata 92 éves, ő végigcsinálta az elmúlt évtizedeket, hogy a kommunista időszakban is mindig meg túl akart élni, és sosem engedett abból a művészeti szintből és elvárásból, ami az ő elvárása volt. Tehát ő egy hihetetlen minőségi kultúrát csinált, és azon a felületen keresztül, amit ő
művelt, ugye a tánc, a népművészet és a többi hihetetlen magas színvonalon igyekezett adni magából és bemutatni produkciókat. Én nagyon kedvelem egyébként. Ő más szemüvegen keresztül lát sok minden nyilván, miért ne látna itt, de művészemberként érzékeny ember. Tehát ugyanúgy érzékeny a világ dolgaira, és egyébként azt becsülöm, hogy még ma is figyeli ezeket. Tehát ő mi voltam, mondhatná 92 évesen gyerekek. Hát pont ezért elgondolkoztató talán, de az amit ő, mond. De az ő tudása, felkészültsége, mentalitása az nagyon-nagyon kell, és kellenek ezek a mondatok. Még akkor is, ha sok mindenben valaki nem ért vele egyet. És ugyanúgy Geszti Péteré végre megszólalnak. Sokaknak meg kéne szólalni. Nem azért, mert bántani akar valakit, nem azért, mert meg akarja tönteni a politikai hatalmat, bár ez meg fog dőlni ugyanúgy, mint minden más. Tehát én elmondhatom politikusként, semmi nem tart örökké. Tehát azt hiszik, hogy a vagyon és a hatalom az örökké tart. Nem. Tessék megnézni a történelmet, tessék megnézni, hogy ezek a technikák, ezek a terminus technikusok, ezek a folyamatok hova vezetnek, de ez azoknak a dolga, akik ezt művelik. Én már ebből visszaléptem 2 métert, annak idején ugye MDF-esként kezdve nagyon sokban hittem, nagyon sok mindenben hittem. Ma a lokalitásban hiszek, a helyi dolgokban hiszek. Pártban nem? Politikai pártban nem. Nem. Én megpróbáltam egy új kezdet nevű pártot felépíteni, 17-ben rögtön Pegazus listára kerültem, föltörték a lakásomat, ügyészség jártam, bíróság jártam, nekem erre nincs szükségem, se a gyerekeimnek, se az unokáimnak. Tehát a politika azonnal a ki csinálja ezeket az új, mármint a pártpolitika aki, az aki új tehetséges, és bocsánat, hogy nem nagy képének mondom, de nyilván, hogyha én beindulok egy ilyen területen, akkor azért tudok valamit alkotni a magam felkészültségével. Bár ma már azt se tudja az ember, milyen talajra lépett, mert minden mozog a lába alatt. De ezt a nyilván Fidesz is tudja, akikkel együtt koalícióban voltunk 98 és 2002 között, akikkel ellenzékben voltunk 2002 és 2006 között, ott voltam velük a parlamentben, ugyanezekkel a politikusokkal, akik egészen mást mondanak most, mint akkor. Tehát, de ez engem már ilyen szempontból nem fog befolyásolni, egyrészt nem befolyásol, másrészt azt mondom, hogy itt vannak a fiatalok, ha a fiataloknak ez jó, akkor így lesz, ha a fiataloknak nem jó, akkor nem így lesz. Ma jöttem a keleti pályaudvaron keresztül, mert kerékpárral jöttem, ott jöttem a keleti előtt, mentek a gyerekek a gólyatáborba. Gyerekek, neked gyerekek, fiatalok, egyetemisták, mert ezt nem tudtam, mi az a hatalmas tömeg volt a keleti előtt. És jöttek, és mondták, közben mondatokat mondtak, nekem tetszett, friss erő. A kérdés aztán, hogy meg tudják-e tartani ezt a lendületet, hogy a saját életükben és a saját jövőjükben beleszóljanak, vagy nem. A Fidesz is úgy kezdte. Sokan támogatták, pontosan. Ott álltak mögötte, de megöregedtek, kifáradtak. Ezek a politikusok kifáradtak. Nem Kósa Lajos már, arra már csak legyintünk, de azok is, akik ott vannak az élbolyban, akikkel én együtt ott voltam a parlamentben, elfáradtak. És nem tudnak megújulni, mert csak egy technikán keresztül próbálnak. De mi ez a technika? Tölteni. Ez a kommunista, egyértelműen Kádár János. Egyértelmű. De nekem, én ezt elmondhatom. Én éltem akkor is, ugyanazok a mechanizmusok, ugyanazok a technikák, amivel lehet egy népet valamilyen szinten, vagy egy kört manipulálni. És ameddig ez megy, a kommunikáción keresztül, és ameddig nem nő ki egy versenyképes másik oldal, és az teljesen mindegy, hogy most balonnak hívjuk, vagy egy konzervatív oldalak, vagy bárminek, addig ez így fog működni. De ha ez így jó, én egyedül nem fogok tudni neki menni. És amikor az ember neki megy egy kis csoporttal, akkor hátra néz, és egy nap múlva már csak fele annyi van. Uh-huh. Akkor menjünk a lokalitásba. Abban még hiszek, ott még van egy pici mozgástér, ott lehet a kultúrával is olyan, a kultúrának olyan segítséget nyújtani, ami értékes, ami közvetíti az embereknek a jókedvet, a nyugalmat, a mentális felfrissülést. Mentális válságban van az ország. Hadd csatlakozzak ehhez, amit most mondott, és ha már egy picit visszaugrottunk az időben, ugye korábban, hogy milyenek voltak a fideszesek, vagy a politikusok milyenek voltak, akkor egy picit ugorjunk vissza még hozzá, egészen 1993-ig, és nem véletlenül. Az apropó az, hogy ugye Ujjai István bejelentette azt, ugye egykori szocialista képviselő, ma már független európai parlamenti képviselő, bejelentette azt, hogy újraéleszti a szerszói találkozókat. És azért mondtam az 1993-at, mert akkor ott felszólalt Orbán Viktor, és hát tulajdonképpen meghatározta azt, amiről egyébként most tulajdonképpen is szó itt volt, hogy milyen politikai hidegháború alakult ki Magyarországon. Hideg polgárháborúban értelmiségi csoportok, sok esetben üzleti érdekcsoportok és politikusi csoportok is
úgy fogják fel a politikát, hogy az ellenfél az ő likviditásukra, vagy likvidálásukra törekszik. Mindannyian ezt gondolják. Nagyon sokan, szinte minden politikai pártban vannak olyan csoportok, amelyek ezt gondolják a másikról. Nem az a kérdés egyébként innen nézve, hogy kik ülünk most itt, és kik nem ülnek itt, hanem az a fontos, hogy mit gondolunk azokról, akik nincsenek itt. Hát kérem tisztelt, hogy nagyon sokan, azt hiszem beszélgetésekből nyugodtan mondhatom, azt gondolják itt, hogy azért nincsenek itt bizonyos emberek, mert más emberek az itt ülőknek a politikai likvidálására törekszenek. És egész addig, amíg Magyarországon ez a hangulat lesz általános, és az ilyenfajta ügyek egyébként, amit morális politika összekeveréséből, konkrétumok nélküli egymásra vetítéséből építkeznek, az pontosan arra alkalmas, hogy a hidegháborús, vagy ha úgy tetszik, a hideg polgárháborús hangulatot szítsa. Na hát elgondolkoztatók ez, és még egyszer a dátum 1993, tehát jó régen volt. Antal József még akkor élt, ugye december. Jó régen volt. És milyen okos beszédet hallottunk egyébként? Abszolút. Ezt ma fontos? Is mondhatta volna Orbán Viktor, akár? Hát ez szerintem csillagosodás. Őszintén ezt gondolom. És szerintem nem véletlen, hogy ezt ő akkor így átlátta a miniszterelnök úr, akkor ebből egy csomó minden, ami később következett, vagy konklúziók. De nem vagyok politikus, meg nem vagyok politikai elemző. Picit így közbeszédről és közhangulatról is sokat elárul. De ez egy nagyon izgalmas dolog, és ebben az is nagyon izgalmas, hogy ezt ő Szárszón mondja el, ami azért inkább egy, tehát azért nem az ő közege volt, ez a legkevésbé sem. Akkoriban ilyen szempontból, nem az a szellemi kör hívta össze, ugye, és én emlékeim szerint nem is volt olyan egyértelműen pozitív az ő fogadtatása. Hát sőt, ugye ennek a kontextusa az volt ennek a történetnek, hogy György Péter esztéta, ugye föltette azt a kérdést a székház botránnyal kapcsolatban, igen. Ugye akkor volt ez aktuális, hogy az hoz is volt, illetve a Fidesznek a liberális paradigma, liberálisról a másik irányba történő paradigma. Igen, de valamilyen csőbehúzás jelleg is. Azt mondta, ugye? Így van. Te jól emlékszel, azt mondta Orbán Viktor, hogy tehát nagyon ingerülten válaszolt, és azt mondta, hogy ő csapdába csalták ezzel a kérdéssel. És erre reagáltunk. Szóval ez még csak hozzátartozik, hogy miközben Szárszó, a mesebeli Szárszó, amit most újraélesztünk, hogy arra van, aki úgy emlékszik, hogy ő ott törbe lett csarva, és lehet, hogy igaza is van ebben. Tehát csak minden olyan árnyalt, én csak ezt akarom mondani, Szárszó is árnyalt, az nyilván a miniszterel, hogy mondjam, a kormányzat cselekvése is árnyalt, az, hogy 10 évvel ezelőtt is mi volt. Az, hogy mennyiben kádárista, mi kádárista, mi nem, ezek is erős mondatok. Ezt is oda teszem minden tiszteletemmel a polgármester úr mellé. Ezek meg az ő egyértelmű erős üzenetei egyébként. Hiszen ezek minden egyes kérdésről napokat lehetne, és lenne érdemes beszélgetni mindazzal a tapasztalatrendszerrel, amiket ti megéltetek, amiben mi már beleszülettünk az én generáció, ugye a rendszerváltásnak van eszmélt fel, tulajdonképpen, hogy a rendszerváltozás időszakában eszmélt tudatára, és lettünk kamaszok, tehát hogy tök jó lenne ezeknek a generációknak is mindenfajta oldalról és mindenfajta némi józansággal és a politikára nem zsigeri ügyként tekintve beszélgetni, mert én azt gondolom, hogy bármi is kerül itt szóba, vagy bármiről beszélünk kultúráról, erről, arról, akik majd ezt nézik is, nagyjából zsigeri alapon fogják megítélni a mi mondatainkat és mindezeket a bejátszásokat, nem pedig annak alapján, hogy beszélgessünk róla. Egyébként, ha már a zsigeri alapokat emlegetted, akkor még egy mondatot hadd hozzak ide 93-ból. Kerényi Imre mondta akkor, hogy a hadsereget és a fegyverkezést Magyarországon egyszer s mindenkorra meg kellene szüntetni, fehér ingben és virággal kéne várni az ellenségeinket. Ez, amit most tulajdonképpen mondtál is, hogy legalább beszélgessünk, legyünk kíváncsiak a másikra. Ehhez képest a politika likvidálásáról is szó volt, meg arról, amiről egyébként Lázár János kapcsán beszélgettünk, politikai üzenetekről, hogy ehhez képest azt mondja ma egy politikus, hogy ha nem rám szavazol, akkor nem kap semmilyen támogatást. A helyzet az, hogy Orbán Viktornak a beszédeit érdemes visszanézni, még a 10 évvel ezelőtt is, és a mai beszédeit. És mindenkit egy-egymás mellé, és ahol gondolkodjon rajta. A probléma az, hogy ő egy zseniális politikus, ezt nem volt, soha nem kérdőjeleztem meg, jól is látja a világ folyamatait, én nagyon sok mindenem ma már nem értek egyet. Hadd kérdezzek valami, Gyuri, ti lehettetek volna barátok? Mi fociztunk is együtt. Azért kérdezem, tehát hol csúszott az el egyébként, mert erről sosem beszélgettünk, és akkor tessék, pucsom. Én nem tudom, az Orbán Viktornak vannak-e barátai? Ma már. Ezt én sem tudom, hiszen nem vagyok a viszonyban. Szerintem ő nagyon magányos.
De a kezdeti focizás után miért nem lettetek barátok, akkor így kérdezem? Nem úgy fociztunk együtt, hanem parlamenti válogatott, stb. Tehát nagyon sok felületen találkoztunk. És, de sose volt olyan, hogy ebből, tehát lehetne ez egy nem volt kíváncsi rám. Egyetlen egyszer beszélgettünk vele magánemberként, amikor 2002-ben volt a közös jelölt, nem közös jelölt, és akkor meghívott egy beszélgetést. Tudom miért, azért érdekel ez, mert már van mögöttem is annyi tapasztalat, hogy azon gondolkodom, hogy ez egy, és ezt a geszt is mindig elmondja, hogy egy olyan pici ország, valamilyen dalszövegön már csak egymás női szerethetjük el. Tehát, hogy teljesen. Mindenki ismeri egymást. Tehát, hogy mindenkinek volt egy privát viszonya azzal, aki ma itt nagy ember, ott ellenfél, ott nem tudom micsoda, azzal egyszer rúgtuk együtt a bőrt, vagy valami. Igen, Orbán Viktor pontosan tudja, ki vagyok, pontosan tudja, nem mint hogy ilyen nagyon fontos lennék, ma már nem vagyok annyira fontos. De ebben a viszonylatban, most nem szó szerint, de bármikor likvidál, hogyha az ő hatalmi érdekeit én sértem. Nem fizikailag, bármikor. Lásd, Pegazus is, bármikor. Ez ő nem foglalkozik vele. Ő az ő hatalmi. És amit akartam mondani, a probléma nem a tisztánlátással van, a probléma azokkal a gazdasági érdekekkel, ami hatalomba tartja ezt a politikát. És az, hogy azok a kiszolgálása és azok a rendszerek, amik ebben keresztül működnek, átláthatatlanok, én egy picit lehet többet látok, mint az átlagember, nem is merek mélyebben elmélyedni ezekben, mert nagyon kemény dolgok. Nem is akarok oda tartozni. Ez most nem Mészáros Lőrinc és a jacht kérdése, annál sokkal mélyebb kérdések, nemzetközi vonatkozású kérdések, az energia szempontjából Paks kapcsán is. Hát most Oroszország és ilyenekre gondolunk? Is. Ezek olyan szintű érdekek ma már, és olyan hálózatok alakultak ki, láthatatlan hálózatok, amik befolyásolják a döntéseket, és befolyásolják a haza érdekében hozott döntéseket. Nekem mindezekről a dolgokról leginkább csak ilyen Netflix sorozatokból képeim vannak, amiket látok, hogy és akkor megy a csalamaton keresztül a gáz. Kristóf, akkor... nem működik ez másképp. Csak ezt akarom mondani, hát ezek a sorozatok az nem úgy működik, hogy egy kormányzatnak, legyen az bármelyik ország kormánya, a belügyminiszterének, a miniszterelnökének olyan bizniszekben kell benne lenni. Most de tudom, hogy te másról beszélsz, de hogy nincsenek az egésznek egy olyan része, amiről mi hiába beszélgetünk itt, mert halvány fogalmunk nincsen. Hát nem lehet. Tehát a dolognak a működő mechanizmusából és a nagyságából fakadóan nem lehet nekünk arról reális információnk, hogy valóságban mi történik bizonyos pénzpiaci... Az egyémes ügyvédnek lehet. Laci László interjúját tessenek szívesen elolvasni részletesen. Uh-huh. Hogy hol vannak a dokumentumok, és milyen információ vannak neki, aki a fekete doboz csinált, és kezdett fogva ott van, és ő fideszes. Elég kemény interjú, és elég kemény gondolatok, és az csak a jéghegy csúcsa. És nem ebbe akarok belemenni, mert abban Kristófnak igaza van, hogy egy bizonyos politikai szintnél ezek átláthatatlanak tűnnek, de én egy hazafi vagyok. Én ezt a hazát szeretem. Én innen nem megyek el, és nem akarok elmenni. És azt szeretném, hogy a fiatalok elmenjenek. És ennek a hazának az érdekeit kell szolgálni, és nem bizonyos anyagi vagy nemzetközi hálózatok érdekeit szolgálni. És ha arról beszélünk, hogy Soros, ami már régen lefutott történet, és minden nap megjelenik a sajtóba, akkor beszéljünk erről is. Akkor beszéljünk arról is, hogy ezek milyen hálózatok, és kiknek az érdekeit szolgálják. Nem akarok belemenni mélyebben, se bíróság nem akarok elmenni, se rendőrség nem akarok elmenni. De annyit elárulhatunk, hogy ezek nemzetközi... Nemzetközi, Oroszország is. Amerika hát is, minden. Nézzük meg, hogy a mozgásokat. Tehát nem olyan bonyolult kitalálni. A Transparency-nek volt egy felmérése. 140 oldalas anyag, elolvastam, nem vetnék nyilvánosságra hozni. Azokból az adatokból, amit a sajtóból össze lehetett szedni, és a különféle információkból. Csak visszatérve, a százszorból indultunk ki, meg lakitelket se lehet visszacsinálni. Ezek elmentek, de újraéleszteni ilyen dolgokat nem lehet. Új kell. Ezek lefutottak. Tehát leporolni ezeket a dolgokat, az abban a történelmi korban, 93-ban, meg nem tudom, is volt egy bizonyos jellegű politikai formáció,
Újat kell csinálni, ebben az újban nem vagyok biztos, hogy ez előbb-utóbb, hogy ez itt lesz minél gyorsabban, de azt gondolom, hogy új generációnak kell, frissíteni kell, mentálisan friskolni, mint ilyen kósaféle beszélgetésekre van le. Azért nem röhögök rajta, bocsánat, de azt mondom, azért lesújtó, mert ez az ember ott van a parlamentben, miniszter volt, és valami komoly funkcióban. Hát hogy tudja ilyen badarságokat beszélni? Vagy másik meg megfenyegeti. A harmadik meg a titkosszolgálatot felügyeli, hogy nem mondjam. De Kósa biztos erős egy csomó minden, mert most a tücsökbe nem tücsök. Annyira. És sáskában. Szerintem biztos, hogy egyetértünk. Lokalitás. Lent helyben, a kis közösséget. Ebben a most viszont valami újat fogunk mi is csinálni, mert hogy jön a hideg zuhany. Igen. Ami annyit jelent, hogy ilyenkor ez azt jelenti, hogy az egyik vendég az szabadon kérdezhet a másiktól, bármilyen kérdést föltehet, lehet kellemetlen, szokatlan, váratlan, bulvár, bármi, és a mai adásban Németh Kristóf fog kérdezni Gémesi Györgytől, lehet bármit kérdezni. Nincsenek olyan nagy, egyrészt számolok még a jövővel, meg a gödöli támogatásokkal is, hát hogy mernék, hát nyilván a saját érdekeim és a fórumcén az érdekeim. De szépen mondtad, tehát, az egész adás megkoronáztad ezekkel a fórumdarabok. Hogy fogja megnyerni a következő? Nem, tehát ilyen alákérdéssel lesz. Nem, engem az érdekelne, hogy most azt olvastam a minap, hogy szintén az egyik kedvenc streaming szolgáltatomnál, de egyébként semmi reklám nincs ebben, csak annyiszor előkerült már. Van egy sorozat, ahol azt mondják, ez az Arnold Schwarzeneggerről szól, imádom egyébként, el kell mondjam, és azt mondják, hogy tulajdonképpen az egyetlen olyan ember, aki három teljesen különböző szakákban is világklasszis lett. Tehát világklasszis sportoló, 9-szeres Mr. Olympia, vagy nem tudom, egy filmszínészi karrier, most hagyjuk, hogy milyen színész, azt mondja, de egy világ klasszis lett benne, és Kalifornia kormányzójaként, politikusként is nagyon komoly dolgokat tett le az asztalra, még akár azt mondják, elnök is lehetett volna, hogyha nem lenne az, hogy nem lehet osztrák származású elnöke az Egyesült Államokban, szó volt róla. És hát nekem az jutott eszembe, hogy annyiban tévednek itt csak megint az újságíró, bocsánat, ezt mondom, hogy nem a Schwarzenegger az egyetlen, hanem ketten vagytok. Tehát Gémesi György a másik, aki ugyanígy gyakorlatilag ugye, hát ugye sportolóként, tehát ugyanígy egy klasszis lettél. Ne hanyaguljuk el az eredeti szakmádat, hogy orvos vagy, ami egy nagyon fontos beágyazottság lehet lelkileg is. Politikusként ugye hát ezt pontosan tudjuk, te vagy most már Magyarországon, hát bocsáss meg, így fogalmazod, de a legrégebb óta? Vagy legöregebb, nem? Legidősebb, jó, legtapasztaltabb polgármester. De mi a kérdés? Hát a színészi rész, mert ezt akarom a végére, ezt hagytam a végére, és hát, hogy színészként is. Tehát, hogy ugye ez lehet róla tudni, hogy te ezzel a pályával is kacérkodtál és kacérkodsz is, de hogy te túl vagy az álomszerepen, ez a kérdésnek a lényege, a Cyranóval, vagy pedig van előtted egy következő nagy színészi kihívás? Hát most megy a Tartüff. Azt én tudom. És vannak ilyen darabok, de azért azt nem gondolom, hogy ez nem főállás, ez egy hobbi. Sose és, lehet tudni még a végén. És ami miatt ez fontos számomra, mert az, hogy egyrészt megint egy kis közösséggel alkotunk valamit, és ott vagyok olyanokkal, akik fiatalok, aranyosak, kedvesek, és meg tudok én magam is fiatalodni. Tehetségesek, és meg tudok én is, egy picit tudok fiatalodni, és nagyon szeretném mindig is megérteni őket. De a másik meg az, hogy nagyon sok olyan dologban segít, ami azt a nyomást, amit a közélet azért a politikusokra rátesz, azt csökkentse. És azért mondom, hogy ezek a kirándulások a sportba, ezek a kisebb túrák, ebben a színjátszásban ezek fantasztikus. És tudom, van még olyan, amit kérdezni? Hogyha egy fiatalember feltesz neked azt a kérdést pályakezdőként, hogy polgármester úr, adjon nekem tanácsot, mi legyek én? És akkor ez megint rád vonatkozik. Mi egy karrierút van Magyarországon? Milyen karrierútam lehet? Én orvos legyek, politikus legyek, vagy sportoló legyek? Hát a politikusról lebeszélném, a kérdés az, a politikusról van, beszélnéd le? Igen, ma lebeszélném. Én sem csinálnám már. Tehát a 90-ben egész megismerve volt mindazt, ami mögötted van? Ahova jutott. 90-ben ez nem így volt. 90-ben ez egészen más volt. Én engem Antal József azzal a néhány beszédével, amit akkor a romániai forradalom kapcsán mondott, meg azt, hogy gyakorlatilag
amikor beszélt, akkor számomra hiteles volt. Teszem hozzá, vagy akár Orbán Viktor? Adott esetben még? Igen. Uh-huh. Tehát egész más. És ő ahová jutott, tehát arról lebeszélni? Arról lebeszélni. Az a kérdés, hogy mennyire van elhivatottsága, meg bírja a vért, vagy nem bírja. Akkor sportoló? Az a jó irány? Az sem biztos. Kérdés az, hogy a kérdés, ugye ott is hát a bérsport... Hát ha focista, akkor igen. Nem. Mondjuk, hogy ott van a Vigo válogatottban, és nagyon magas színvonalon, ugye most nyertek egy világbajnokságot. Hihetetlen jó érzés látni. És az, hogy ő ezt a sportoló jutat végigcsinálta. Én azt gondolom, hogy mit válaszol ezek közül, az egyrészt az a hogy itt mi van belül. Tehát ott mi van belül, az kell hozzá. De ő ezt mondott. Gyerekkoromban egyszer anyukám kérdezte valakitől, hogy gyerek színész akar lenni, és kérdezte, hogy van egy másik kislány, és az meg vagy színész akar lenni, és akkor mondta a tanácsadó, hogy ja, hát ha vagy, akkor ne csinálja. Tehát, hogy vagy tudja igen, azt, igen, hogy én igen, ez akarok lenni, és vannak ilyen pályák. Szóval akkor ez. Jó. Na még egy utolsó kérdésed, hogyha van. Igen, hogy most akkor gödöllő forever, tehát hogy olyan tekintetben, hogy akkor mész neki a következő. Mindezek ellenére, amit elmeséltél, előtted most az a kihívás áll, hogy akkor hajrá. A következő 5 évben igen. Sosem mondja az ember azt, hogy az utolsó, de úgy tervezem, hogy ez legyen az, ami túl tudja vinni egy Gödöllőt azon a helyzeten. 20 évvel ezelőtt hallottam tőled először ezt a mondatot, ez az az utolsó 5 év. Nem. 20 év múlva is nem, szeretnék, még, vannak terveim, tehát ami nem polgármesterként van. A következő, tehát akkor indulsz a következő. Indulok, és szeretnék egy olyan csapattal, akivel esélyesek is vagyunk, lokálpatriota klub, pártpolitikától független, és már azért a következő körökre vannak utód jelöltek is, akiket én szeretnék rábeszélni arra, hogy ezzel a szellemiséggel és mentalitással végezzék az értékmentést, az értékápolást, az értékőrzést és az értékteremtést. Az ember nem mondhatja azt, ma már manapság győzően a Jobbik, ugye? Ezt nem lehet ezt a mondatot kimondani. De azt, hogy legyen tisztességes, emberséges verseny és megmérettetés, azt mindenképpen kívánom mindannyiótoknak, az összes politikai résztvevőnek. Ez a végszó mára. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Ez volt az első Pucs, és hát terveink szerint természetesen lesz majd több is. Köszönöm szépen az első adás vendégeinek, Gémesi Györgynek és Németh Kristófnak, hogy itt voltak. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, és ne felejtjék, jön a következő Pucs is. Viszontlátásra!